Lajos, nem szólt neked a Szent Szellem? Akkor... Nem kell mindenkinek, hagyjad a pereputyot, most csak te. Gyakran gondolok arra én, e földi élet mennyire kevés. Úgy várom, hogy vége legyen már. Úgy várom, hogy Jézus jöjjön már. Van egy város a felhőkön túl, van egy város, arról álmodom, hogy egy nap ott leszek a mennyben én, és ott nem lesz bánat már soha többé. És ott a bánat sosem jár, oda vágyik a szívem rég óta már. Mert ott mindenki vidám, és ott a bánat sosem jár, oda vágyik a szívem rég óta már. Az álomból valóság lesz majd, mikor engem Jézus elragad. Ha erre gondolok, könnyes lesz szemem, és a szívem hála tölti el. Van egy város a felhőkön túl, van egy város, arról álmodom, hogy egy nap ott leszek a mennyben én, és ott nem lesz bánat már soha többé. Mert ott mindenki vidám, és ott a bánat sosem jár, oda vágyik a szívem rég óta már. Oda vágyik a szívem régóta már. Oda vágyik a szívem régóta már. És ez a célunk, ez a cél, hogy egyszer oda megyünk az Úrhoz, és ez nem csak egy kitaláció, nem csak egy félretolt hit, hanem ez egy igazság. És ott meg fog szűnni mindenféle betegség, mindenféle fájdalom, mindenféle olyan dolog, ami sebet okozott az életedben. És nem leszel sebhelyes, hanem tiszta leszel teljesen, mert az Istennek a kenete rád száll, ránk száll, és ott örülünk az Istennek együtt Jézussal. Amen. Kata. Minden Kati megrémült, de csak egy állt fel. Sziasztok!
Hálát adok, Uram, hogy itt lehetek, és köszönöm neked azt, hogy megújítottál engem, és kérem, Uram, a te szellemedet, hogy most áradjon ki mindenkire. Most kérem, Uram, hogy az öröm olaja áradjon ki. Érintsd meg az én testvéreimet, hogy engem megújítottál, Uram, hogy ők is teljesen újak legyenek, hogy ők is olyanok legyenek, mint én, hogy újra, Uram, átélhetem az első szeretetnek a tüzét, Uram, ahogy megöleltél engem, amikor megtudtam, hogy van egy Isten, aki engem szeret, aki én értem meghalt a kereszten, hogy van egy atyám, aki végignézte a fiának a szenvedését azért, hogy nekem ne kelljen szenvednem. Köszönöm neked, hogy megtetted, drága Úr Jézus, és köszönöm, hogy te mindenkit ugyanúgy szeretsz, ahogy engem is. És köszönöm, Uram, hogy lehetőséget adtál nekem, és jogot arra, hogy a te fiad lehessek. És köszönöm, hogy ezt a lehetőséget és ezt a jogot itt mindenkinek megadtad. Sőt, minden embernek megadtad az egész világon. Add, Uram, hogy ezt tudjuk képviselni ebben a világban, Uram. Ezt a lehetőséget és ezt a jogot tudjuk hirdetni az embereknek, hogy te azért küldted el a fiadat, mert szeretted őket. És nem ítélted el őket, nem azért küldted a fiadat, hogy elítéljed ezt a világot, hanem azért küldted a fiadat, hogy megmentsed. És jusson el, Uram, minden embernek a szívébe az, hogy te szereted. Hogy te azért küldted a fiadat, hogy megmentsed az embereket. Hogy mindenki visszataláljon hozzád, Uram, hogy a tékozló fiú visszatalált hozzád. És köszönöm, Uram, hogy átélhettem ezt a megmentést, és segíts, Uram, hogy még inkább tudjam képviselni, és add nekünk, Uram, ezt a tüzet, hogy ezt tudjuk képviselni ebben a világban, hogy te szerető atya vagy. Hogy amikor ránk néznek az emberek, akkor meglássák azt, hogy van atyánk, hogy van Istenünk. És köszönöm, Uram, hogy a tiédek lehetünk. Köszönöm, hogy adtál nekünk egy új teremtést, ami olyan, mint te. Hogy nem kell erőlködnünk, Uram, ezen. Olyan, mint te. Te hoztad létre. Te formáltál bennünket ilyenné, és formálsz. És beleírtad a szívünknek a hústáblájára, Uram, a te beszédeidet, a te igazságaidat, a te törvényeidet. Köszönöm, Uram, hogy megtetted. És köszönöm, hogy levettél minden terhet, Uram, minden erőlködést, ami ehhez tapadt régen. És hogy te vagy az Úr, te vagy, aki vezet, te mondtad meg az irányt, Uram, és segíts nekünk, hogy engedjünk neked. Mutasd meg nekünk, Uram, a te hangodat, hogy tudjunk neked engedni, és menjünk azon az úton, amin vezetsz bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Ezt leírjuk, aztán utána már csak ezt kell imádkoznunk. Volt profécia gyógyításra, hogy volt-e valaki, aki meggyógyult. Tehát azt hiszem, hogy Csilla mondta, hogy hol a Csilla? Tehát most nézzük meg, hogy ha nem született, meg ott ül. Mi a megszületett? De... Nagymami! Tehát... Tehát jöjjön már ki az, aki meggyógyult. Most már én nekem egy valaki mondta, tehát azért nem vagyok teljesen elvarázsolt. Gyerek, vigyázzó, a gyógyult! Hát, na jó van! Futkos a gyerekeket, na mindegy. Ketten is szóltak nekem, hogy a térdük meggyógyult, és nem vagy hamis proféta, ezt akartam mondani. Tehát. De Isten... Jó. Továbbra folytass, ne pillanatozzál ide, anyám. Mezikláb. Na jó. Na, azt szeretném nektek elmondani, hogy körülbelül 6 éve nem tudtam szívből, lélekből imádkozni, és ez itt most megtörtént. Másrészt úgy jöttem a táborba, hogy mintha egy ilyen páncél lett volna rajtam,
Ezt úgy hívják szorongáspáncél. És most tudok szívből nevetni, és ez nagyon jó. És újra átéltem azt az örömöt Isten jelenlétében, amit én már nagyon régóta, és elkezdtem így vezekelni. Nem tudom, miért csináltam, most már elég régóta vezeklek, és ilyen nagyon komoly gyakorlatokat csinálok, hogy... Jó van, nem mondom. Na, de tényleg. És most viszont betöltött Isten öröme, és remélem, hogy ez így is marad, mert ennél jobb dolog nincs a világon. És köszönöm, hogy visszaadta Isten azokat az ajándékokat, amit én már úgy gondoltam, hogy hát így jól van. Majd esténként azt mondom, hogy jó Istenem, becsukódik már a szemem, aztán kész. De most azért ez így nagyon megnyílt bennem, úgyhogy köszönöm nektek és Istennek. Jó az Úr kegyelme és szeretete, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, ne nevessetek. Nem, én rajta nevetnek. Biztos? Biztos. Igen, ebben biztos lehetsz. Ebben biztos. Azt szeretném mondani, hogy nekem február óta beállt valami a térdemben, és nagyon megdagadt a térdem, február óta orvosokhoz járok, mindenféle injekció, mindenféle terápia, és azt mondták, hogy hát valami nagy probléma lesz, műtét, és hétfőn visszarendelt az ortopéd, és azt mondta, hogy hát valamit kezdeni kell, és hétfő reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy nem megyek el az orvoshoz. Én jövök a táborban, és tudom, hogy az Úr meggyógyít. Tegnap este, amikor a testvérnő elmondta, hogy valakinek van a térde hajlatában valami, ami fogja, és az egész láb, tudtam, hogy rólam van szó. Tehát éreztem az Úrnak a gyógyítását. Tehát valóban az én térdem meggyógyult az Úr nevében. Az a helyzet, hogy mikor valamink fáj, rögtön, ha nincs annyi hitünk, akkor rohanunk az orvoshoz, ami nem baj, de most én azt tanultam meg, hogy valóban az Úr Jézushoz rohanjak, és legyen nagyon hitem ebben. Úgy, ahogy reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy nem megyek az ortopéduszhoz, mert én meggyógyulok itt a táborba, az Úr szeretete, kegyelme, az Úr Jézus ezeket elhordozta, és meggyógyít. És nagyon hálás vagyok, köszönöm az Úrnak, és szeretnék tovább még nagyobb hídben járni, hogy valóban mindent elvegyek, amit ő már elkészített az én életembe, és mindannyiunkéba. Köszönjük az Úr kegyelmét, szeretetét, legyetek áldottak, testvérek! Tehát ugye ismerkedés van, tehát itt a valláskárosultak tömege, itt ismerkedik egymással. Jöjjön ki a Niki. Nem a mi Nikink, a másik, az a Niki, aki először van itt. Tudja ő, hogy ki az, hát ne haragudjál. Csak nehezen mozog. Na hát akkor gyere már, futás! Nem akar futni, nézz oda. De tudod, mindig megismerünk új embereket, és a Szent Szellem azt mutatta nekem, hogy őt szeretnénk megismerni, hogy mondd el a megtérésedet. Hát reggel már a csoportba sírtam, mert hát én egy olyan családban nőttem fel, ahol soha nem beszéltek Istenről, de én sokat imádkoztam annak ellenére, a meghalt hörcsögömért, hogy Isten vigyázzon rá,
a halaimért, nem tudtam másért, csak azokért, akiket elvitt, mert senki nem beszélt Istenről, hogy ő mire való. És hát teltek, múltak az évek, én imádkoztam, a húgom gúnyolt mindig, hogy anya, már megint imádkozik. Nagyszerű, fog be a szádat. És hát hárman vagyunk testvérek, és mi nőttünk, cseperedtünk, nagypapám időközben találkozott Istennel, de ő soha senkinek a torkán nem tolta le azt, hogy hogyan is találkozott, csak láttuk a változást az életében, olyan kedves apóka lett egyébként, mert előtte erősen ivott, és agresszív is volt, és nagyon nagy változáson ment keresztül. És akkor, hát 16 éves voltam, amikor volt egy fiú, aki a vőlegényem lett, megkérte a kezemet, és nagyon csúnya autóbalesete volt, és egy karcolás nélkül kiszállt december 24-én, és felhívott, hogy találkoztam Jézussal. Megláttam a fényt, mondom, my God! Hát mondom, mi történt ezzel az emberrel? Előtte meg az autókat lopta, meg ilyenek. Hát mondom ezt. És akkor hát szenvedtem a sráccal, mert nagyon szerettem, de miután megtért, nagyon-nagyon rossz volt, mert az ő édesanyja református volt, és kellett járni templomba, csendes napokra, és én ott ültem, fáztam, elegem volt az egészből. És egyetlen egy dolog ragadt meg, amikor azt mondta a lelkész, hogy van egy kisfiam, és elmentek nyaralni, és kinyitotta az ajtót, amikor megérkeztek a helyszínre, kinyitotta az autóba, vagy az ajtót, és a kisfiú már is ugrott, és bízott apukájába, hogy elkapja. Ez volt az egyetlen az egy év alatt, amire én emlékszek. És aztán én azt mondtam a srácnak, hogy ezt hagyjuk, ezt az egészet, mert nekem nem megy, szeretlek, de én ezt nem bírom, ezt az Isten témát, már nagyon unom. És akkor nekem jött egy mély repülés, és én elmentem a világba, elutaztam nagyon sok helyre, nekem nagyon sok görög barátom lett, és Ciprusra jártam ki, meg aztán olaszok is voltak a barátaim, szóval én aztán nagyvilágot éltem utána, és szerettem a bulit, a cigarettát azt egymás után szívtam. De nem szerettem ugye az alkoholt, meg sem a drogot, az sose, de élveztem az életet. És aztán eltelt, csak két év volt, de az intenzív volt. És egyszer csak találkoztam egy fiúval, akinek olyan tekintete volt, hogy elvesztem benne. És akkor azt mondja nekem, hogy hát én hívő vagyok, mondom, ne. És azt mondja nekem, ez nem elég, az én édesapukám lelki pásztor, mondom, jó van, helyben vagyunk, akkor még többet kéne lennem a templomba, vagy nem tudom. De ő nem mondott nekem semmit Istenről, csak kaptam egy kis könyvet, amitől megrémültem, hogy ezt nekem olvasni kell, pici kis új szövetség volt. De hát elkezdtem olvasni, semmit nem értettem, ami benne volt. És 3 hónap eltelt, és így éreztem, hogy nagyon nem vagyok jól, tehát minden rendben az életemben van, pénzem van, minden rendben van, család van, édesapámmal nem volt jó a viszonyom, de úgy meg vagyunk. De lelkileg úgy gyötrődtem, és úgy éreztem, hogy haldoklom, valami nincs rendben. Aztán hazamentem egyik nap, és azt mondtam, hogy Isten, ha te létezel, akkor mutasd meg magad, mert nem vagyok jól. Én ott összeestem, és olyan szinten befedett Isten, hogy én ott életemben nem zokogtam olyat, azóta is egyfolytában zokogok, ha ő megérint, de mindegy. És olyat zokogtam, de olyat zokogtam, hogy úgy éreztem, tudtam, na jó, elmondom, nem akartam, de fürödtem. És soha senki nem beszélt nekem erről, de én éreztem, hogy lemossa a bűneimet, lemossa az előző életemet. De én ezeket nem tudtam, csak ott helyben, ahogy megtértem, tehát ez mind kijelentődött. Aztán másnap felébredtem, hát a dohányzás az nem, az soha többé. És a paráznaság gondolni se akartam rá, azt mondtam, hogy hát én odaadtam az életemet a férfiaknak, csak azért, hogy szeressenek.
és te megmutattad, mi az az igazi szeretet, és ez nem engedem el. Nagyon érdekes volt, mert aztán másfél évig a Bibliát bújtam, Isten mindenről kijelentést adott, és csak mutatta az ő szeretetét, mélységét, és szárnyaltunk, és írta a Bibliába, hogy vannak testvérek. Mondom, hát én senkit nem ismerek, én voltam templomba, én elmentem ide, elmentem oda, mindenhol csak ülnek és hallgatnak téged, és senki nem beszél. És aztán ugye mindenki fogja, bedobja a persébe, és mennek haza. És nem láttam közösségeket, hogy beszélgetnek, pedig sok helyen megfordultam, és elkeseredésemben mondtam, hogy én ezt már nem bírom. És akkor Isten elvitte egy gyülekezetbe, ahol éreztem, hogy szabadság van arra, hogy valóban van Isten, isteni hit, tehát találkoztak Istennel. Viszont jött a nagy csapda, hogy azt láttam, hogy találkoztak Istennel, de nem figyelnek rá, hanem a pásztor megmondja, hogy mi legyen. És ez nekem egy nagyon-nagyon rossz megtapasztalás volt, mert onnantól kezdve engem arrogánsnak neveztek, mert hogy hát én beszélgetek Istennel, hát nem, az nem úgy van, majd a pásztor megmondja, hogy mit csináljál, és akkor nekem az, én nem szeretem a bezártságot, és akkor én nagyon rosszul éreztem magam sokáig. De aztán találkoztam a férjemmel, és egy idő után nagyon sok minden történt, de egy idő után Isten férjemnek, meg egy pár barátunknak kijelentette egy csomó más mindent, hogy ő igenis sok mindenben nem az, amit idáig mutattak a testvérek is akár, mert hogy megfelelési kényszer és a többi. És nem fértünk bele a dobozba többé ebbe a gyülekezetbe, így. Azt mondták szépen finoman, hogy akkor szeretnénk, hogyha... Tehát többé ne gyertek, ha lehet. És egy kis, ebből a pici kis gyülekezet, alakult ebből a 6-7 emberből, de olyan mélységeket éltünk meg, hogy jöttek az emberek hozzánk, mert akartak velünk lenni, és olyan szabadulások, gyógyulások történtek, és én azóta sem, és a férjem sem, nem járunk sehova. Nagyon nagy mélységeket élünk meg Istennel, és csak annyit szeretnék még ezt hozzáfűzni, hogy a mi házasságunk az maga a szerelem. Egyszer Istentől megkérdeztem, hogy valóban elhal-e a szerelem, és szeretet válik-e egy idő után, és azt mondta Isten, hogy nem, mert én vagyok a szerelem. És ez egy olyan pecsétet adott a házasságunkra, hogy Én a mai napig is, mintha most találkoznék vele először. Tehát ilyen csodákat élek meg nap, mint nap, és nagyon nagy szeretetet és vágyat adott Isten az emberek iránt, hogy szeressem őket, és megláttad dolgokat azért, hogy segítsek, és segítsünk egymáson. Egy olyan mélységet kaptam Istentől, amit alig várok, hogy továbbadhassak, amikor együtt vagyok a testvérekkel, és alig várom, hogy kaphassak azoktól, akikkel találkozok. Nagyon nagy szeretete van Istennek, és én ebben élek. Ennyi. Kézérintése nélkül tért meg. A hívők ellenére. Ez nem semmi, ez a bizonyságtétel. És nem kellett. Mert élő hite van. És vezeti a Szent Szellem. És nem engedte, hogy ember vezesse. Ez nem kellett. Hát ezt a rendszert állítottuk föl. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Nikin keresztül is látványosan azt mondja, ha akkor én elmegyek. És megkeresem azokat, akikhez nem mennek el a keresztény testvérek. Én elmegyek. És megtisztítom őket, átölelem őket, és átélik az én szeretetemet. Ez a lány
ez jobban van, mint én 30 év kereszténység után. Én most kezdek ebbe bele kerülni. Ugye két hívő találkozik, és akkor mondja az egyik, hogy te mikor tértél meg? Azt mondja, már 20 éve. 10-et nyugodtan letagadhatsz. Úgyhogy nagyon-nagyon megrendítő ez a... És tudom, hogy sokunk megrendültünk, ahogy hallgattuk itt a egymás történeteit. Hát most már aztán egy kicsit anekdotázás is lett, szóval azért ezt nem... De a megtérések, az Istennel való kapcsolódások valahogy olyan elementális erővel jöttek ki a csoportos beszélgetésből, ami megrendített bennünket is. És jó volt hallani olyan embereket, akik soha nem imádkoztak, nem olyan neveltetést kaptak, és Isten megkereste őket. És szeretném, hogyha bíznátok ebbe, hogy Isten megkeresi most az ő gyermekeit, és meg fogja keresni Izraelt is ezen keresztül, képzeld el. Egy olyan érdekes dolog, ugye, mert hát olvasok itt a példabeszédeket, és ez egy döbbenetes dolog volt, amit a Jocó fölolvasott, ez a Betesda fürdőnél, hogy ennyire meg lehet keményedni. 38 éve bénán fekvő emberre rászólni, hogy ne vigye az ágyat. Tehát ez egy olyan beteg dolog, tehát a... Nem is tudom elmondani, tehát ugye érzékelitek. És igazából Isten soha nem akart vallást alapítani, soha nem akart. Jézus soha nem akart, és attól függetlenül a vallásosokat ugyanúgy szereti, és ugyanúgy kihozza majd a sötétségből, de elég volt, vége. Megkerüli az Isten, megkerüli az egyházakat. Megkerüli, és előhozza az ő népét. És nem tudunk mit csinálni, vagy csatlakozunk ehhez, vagy még itten okoskodunk. Megpróbáljuk a mundér becsületét megtartani. De egy új korszak következik, és már van. És ebben a korszakban a Szent Szellem utolsó periódusa van most. Én éveket nem tudok mondani, és nem is akarok. És biztos vagyok benne, hogy amikor az Úr visszajön, a visszajövetele előtt, mi fogjuk először megtudni, hogy most már közel van. De azt tudom, hogy ez az utolsó korszaka az egyháznak, utolsó korszaka a Földnek is, és el fog pusztulni minden. Égve atomjaira fog széthullani minden, és új eget és új földet fog teremteni az Isten. És a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. És ezt először, ezt a teremtést benned kezdte el, hogy új teremtés lettél. Benned kezdte el, hogy új teremtés vagy. És most nem akarom itt most az időt se húzni, de egy nagyon kicsit szeretnék beszélni egy kicsit erről az újról. Lacek. Hol a Lacek? Szereli a gyereket? Hangfalat? Akkor szerelésből álljon föl, jöjjön be. Lacek! Ne szereld a hangfalat! Ja, értem. Ez egy ördögi kör lett itt. Igen. Tehát szereli ezért nem hallja, és ezért nem jön be.
Vagy engedetlen. De hogy is engedetlen. Lacek. Hol van a lacek? De az nem a lacek, de jön valaki, de az nem a lacek. Anna, hol a lacek? De nem mondtad, hogy ő jön be, hagyja abba? Ja, Misi szólt. Miért ki, hol szereli a tóparton? Lajos, énekeljünk egy éneket, légy szíves. Nem, csak egyet, nem, maradjál fönn szépen. Semmi. Túl sokáig tart, amíg föl meg levonultok. Ez így egyszerűbb. Nem, most egy saját éneket énekelj, légy szíves. Te vagy az, akiből élet árad, te vagy csak igaz szó a számban, szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, hajnalcsillag vagy az éjszakában, olyan egyedül érzem magam nélküled. De te velem vagy, Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha el. Te vagy a tűz a szívemben, ami én. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hal. Minden óra, minden nap a tiéd. Erős szikla vagy te, amire állok, te vagy az, aki a boldogságot, elhoztad az égből az én szívemben. Én nem ismertelek, de te ismertél, életedet adtad, úgy szerettél, hogyan köszönjem meg néked az egész életed. De te vagy Jézus minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy, minden óra, minden nap a tiéd. De te velem vagy, Jézus, minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami én. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a tiéd. Lacek, jöjjön ki. Hát, várjátok, azért nem könnyű az én helyzetem. Ugye? Ki mondotta nehéz? Tehát szeretnék prédikálni, a Szent Szellem meg nem szeretné. És egyszer ez, aztán az, és most már lacek. Tehát most érted? Tehát a lacek is... Hova jutunk? Még a lacek is prédikálhat, és én meg ülök. De prédikálja, testvérem. Sziasztok! Gondolom már sokan ismertek, a keverőpultnál szoktam ülni néha, és elég régóta járok ebbe a gyülekezetbe,
és az utóbbi jó pár évben sokszor előfordult velem, hogy eljöttem Isten tiszteletre, vártam, hogy történjen velem valami, Isten érintse meg a szívemet, de igazából nem történt különösebb dolog, néha még kritika is volt bennem, hogy ez vagy az miért úgy van, vagy miért beszél így, vagy miért mond ilyeneket, vagy ilyen vicceket, és... és... megvárjunk! És... gondolkoztam azon, hogy ez miért lehet, és nem jutottam egyről a kettőre, és Isten hozott elém egy prédikációt, amit meghallgattunk, és utána annak a sorozatnak egy másik elemét is, és egyszerűen bevillantak olyan dolgok, amire vágytam, hogy megismerhessem és megértessem, hogy hogyan működik az Isten, mert olyan voltam, mint ez a betesdai férfi, aki ott van, de nem jut egyről a kettőre, pedig évek óta ott volt, és biztos, hogy ő is akarta, de egy idő után már kezdett ebbe megfáradni, hogy valami történjen, és akkor Isten hozta elém ezeket a dolgokat, amit szeretnék veletek megosztani, hogy én elvittem a testemet sokszor a gyülekezetbe, de nem. Tehát, hogy testi módon próbáltam elérni az Istent értelem által, és elmondtam őszintén az érzéseimet, hogy én azt érzem, hogy egy kicsit depresszív hajlamom van, és hogy depressziós vagyok, és hogy nem érzem most jól magam, és hogy Isten meg nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy amit a Szent Szellem a bemerítkezésünkkor megadott nekünk, a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, szelídség, hogy ezeket a dolgokat elkészített, és minden nap ezek ott vannak éjjel és nappal a szívünkbe, mint egy örökké termő fának a gyümölcsei, amit bármikor leszedhetünk, és a sátán ezekhez nem férhet hozzá, és az üdvösségünk is azt mondja, hogy el van pecsételve, és nem értettem ezt a szót se, hogy van elpecsételve, és azt mondja, hogy mint egy üveget, amikor lezárnak, és nem mehet bele már a gonosz, nem nyúlhat hozzá, hanem ez ott van lepecsételve, és ez örökké szent marad, és ehhez mindig oda tudunk nyúlni, és hogyha a kedvünk nem ez diktálja, hanem depresszív gondolataink vannak, akkor is oda tudunk ehhez nyúlni, és azt mondja, hogy a testünk az nem akarja ezeket, és nem is tud hozzá kapcsolódni, mert egy teljesen külön van a test, külön van a szellem, és közötte van a lélek, és hogy azt tud egy kicsit mind a kettőbe belekóstolni, de a lélek inkább a testnek a dolgait szereti kivetíteni, és azt akarja mondani, hogy nem tudjuk megfogni, nincs rá érzékszervünk, amivel a szellemünket érzékelnénk, és nem ebben nőttünk bele, hogy a szellem dolgaival foglalkozunk, de azt mondja, hogy mindig ott van, és mindig hozzá lehet nyúlni, és hogy ez a hit, hogy ezek ott vannak. És ezt lehet gyakorolni, és lehet az elménket ebbe trenírozni, hogy megtanulja, hogy ezek ott vannak, akkor is, hogyha nem érezzük, és nincs rá úgymond kedvünk, hogy ezeket használjuk. De szerintem, hogyha sokszor cselekszik így bennünk az Isten, akkor az elménk is kell, hogy ezt megtanulja, és tudja, hogy igen, ez egy működő dolog, és hogy Isten dolgai is ott vannak, és mindig benne van a pakliba az Isten, és általában a felső lapok után következik, amikor mi már kezdünk kifogyni az ötletekből, és mindig másképp cselekszik, mint ahogy mi elgondoljuk, és a nehézségekbe is másképp ad megoldást, mint amit mi kigondolunk. Amen. Barátaim, szép az élet. Lajos, menj fel a csapatoddal, légy szíves. Úrvacsorázni fogunk.
Tessé. Mi? Ki? Jó, jó, gyere, gyere. Már kijelölte az úrvacsorára is a Szent Szellem, hogy ki fog beszélni. Én gondoltam, hogy talán ott még egy picit. A sarokból egy keveset. Tessék, hát ez nem igaz. Azt mondja, az úrvacsor előtt ő akar. Hát nem haragszom. Nem. Ervin, menjünk be. Már ránk nincs is szükség. Gyere, ráborulhatok a válladra, sírhatok egy picit. Drága barátom, ide jutottam, hogy kegyelem. Ezt prédikáltuk. A drámát hagyjuk abba. Jó van, mert olyan jól érzem magam, bocsássatok meg nekem. Egyébként nagyon örülök. Én olyan vagyok, mint Jézus. Jaj, pici vagyok, igen. De hát én nem látom. Nem baj, nem látszom. Nem ez a lényeg. Jaj, jó. Jó, jó lesz. Jó, nem jó lesz minden. Ez jó. És kimenvén, Mine az ő szokása szerint az olajfák hegyére, követték pedig őt az ő tanítványai is. És mikor ott a helyen vala, mondanékik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdelesvén imádkozik, mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazon által ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenik meg neki a mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságában imádkozik, és az ő verítége olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek után a föld kelt, az imádkozásból az ő tanítványai az menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt, és mondanékig, miért alusztok, keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Én egy évvel ezelőtt itt a táborban, az utolsó úrvacsorán, egy iszonyatosan erős isteni érintésem lett, és elém hozta ezt a képet, ahogy Jézus a Getsemáné kertben vért verítékezik, és valami olyan elementáris erővel ütött meg ez az ige, hogy ugye sokat beszélünk a Golgotáról, meg a keresztről, meg minden, de hogy igazából, amit ő ott megvívott, értünk, hogy ő emberi testben eljött, és képzeljétek el azt, amikor azt az állapotot, hogy ti is, hogy vért verítékezve, hogy milyen küzdelme volt, és még a barátai is elaludtak, és ő már tudta, hogy mi fog történni, és még itt lehetett volna az a pont, hogy megfutamodik, vagy megszökik, de ő itt átadta. És beismerte, hogy ő most azt kívánná, hogy ez múljon el, és ne legyen, és hogy gyengének érzi magát, de még itt is el tudta mondani, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy legyen meg a te akaratod. És itt jött az a pont, ahol ő mindent átadott az atyának, és mindent elengedett is, és vért verejtékezve mindent beáldozott értünk, a bűneinkért, az életünkért, hogy örök életünk legyen. És én annyira nagy erővel tört ez rám itt tavaly, hogy 3 vagy 4 órán át nem tudtam abba hagyni a sírást, és azóta minden egyes úrvacsoránál ez a kép jön elém, ahogy Jézus a Getsemáné kertben vért verítékezik értünk. És mindig ezt tudom csak imádkozni, hogy köszönöm azokat a vércseppeket, köszönöm ezt a hatalmas áldozatot, és köszönöm, hogy megtetted értünk azt, hogy át tudtad adni, és meg tudtad mondani azt, hogy ne az legyen, amit én akarok, bár most így gyenge vagyok, és legszívesebben elengedném, és átadnám, és elfutnék, de úgy legyen, ahogy te akarod, és itt dőlt el. Itt volt az a pont, ahol a Jézus megnyerte a csatát, és megnyerte az életünket, és a bűneink bocsánatát. És ezért szeretnék most köszönetet mondani, Istenem. Köszönöm, Jézus, hogy megvívtad értünk ezt a vérre menő tusát. Köszönöm, Istenem, hogy mindent feláldoztál értünk, és a bűneink bocsánatáért. És erre akarunk emlékezni, és erre akarunk nézni. És megáldom most ezt a bort és ezt a kenyeret, és megáldom a Jézus szent nevét. Amen. Azt mondta Jézus, hogy gyertek, és vegyétek a testemet. Vehetitek a testemet. Itt van a testem. A testemet feláldoztam, érted?
Veheted a véremet. Veheted a bűnbocsánatot. Veheted a gyógyulást. Vehetsz a szeretetből. Szeretetből adtam. Adom neked. Ehetsz belőle. Adok neked a testemből. Adok neked a véremből. Adok neked a megváltásomból. Odaadtam érted. Nyugodtan vegyél belőle a tied. Senki nem zárja be előled ezt, mert én adom neked. Mindent odaadtam. Mindenemet. Nem volt több, mert az életemet adtam érted. Hogy neked is legyen életed. Neked is van életed. Ugyanaz az élet van benned, ami bennem van, mert én feltámadtam. Nem vagyok halott. Ne keressétek a halottak között, mert él. Feltámadt a halálból. Mindeneket magamhoz vonzok. Most téged is. Neked adtam az életemet. Tiéd ez az élet. Élj vele. Élj boldogan. És tagadd meg magad. Hogy én éljek benned. Örökre. Amen. Ilyen az, amikor az Isten tartja meg az alkalmat. Jó éjszakát!